Tisztelettel köszöntök minden megjelentet és a interneten bennünket követőket is. A mai 6. TASZ országos értekezletet ezennel hivatalosan megnyitom. Fetszer János vagyok egyébként a TASZ főszervezője, és megkérem a témánkhoz nagyon illő és azt illusztráló szép énekek eléneklésére Kárpáti Attila művész urat. Köszönöm szépen. És utána pedig, hát még annyit, utána pedig a mai értekezletünket, illetve társadalmi vitánkat. Köszönöm szépen. Elsőnek a Rákóczi megtérését fogom énekelni, a fülembe csendül egy nóta még. Fülembe csendül egy nóta még, itt szunnyadott már a szívemben rég. A dajka nótát emlékekkél egy arvan épről, púsdalt regél. A házsfák lombja szomorúan rezdül, lassú sóhajtás száll miként a szél. Hazámba vágyom, Duna-Tisza partja vár. Szebb ott az álom, szebben dalol a madár. Csak most születtem, most érzem én, csinált-e jó kedv, nem igaz-e fény. Latorca partján a nóta mász, lányok ajkán, galamb sírás, legények ajkán, kürtök hangja, sodor, mint orkán, vihar zokogás. Hazámba vágyom, Duna-Tisza partja vár. Szebb ott az álom, szebben dalom. Második a hazám, hazám lesz, Erkel Bánbán. Mint számüzött ki vándorol a sűrű éjjel át, vad fergetegben nem leli vezérlő csillagát. Az ember szív is úgy bolyong, oly egyes egyedül, úgy tépik ünn az orkán, mint az önvád itt belül. Csak egy nagy érzés éltetett sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen megmaradt. Most mind a kettő orvosra vár, s még töprenkedett. Ha szent fötél, s elvesz becsületem. Hazám, hazám, te mindenem, tudom, hogy életem neked köszönhetem. Aranymezők, ezüst folyók, hősvértől ázottak, könyvtől áradó, sajgó sebét felejti bánk, zokog, de szolgálja népe szent javát. Magyar hazám, megadlak én,
Véletlenül légy híve, ó magyar, bölcsöd az, s majdan sírod is, mely ápol s elkakar, kérem dr. Bohr Ferencet, a TASZ szóvívőjét, hogy a továbbiakban vezesse le a mai napot. Köszönöm. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit a TASZ nevében. Ugye majdnem egy hónappal ezelőtt megrendeztük az 5. értekezletet, amelynek úgy döntöttünk, hogy a témája a Föld törvény és annak társadalmi vitája lesz. Mint tudjátok, tudják, annak idején még a médiában, a köztájékoztatásban egy olyan kormányzati szándék jelent meg, hogy ezt a társadalmi vitát levelezve, hasonlóan az alaptörvény vitájához fogják elvégezni a társadalommal, illetve megjelent egyéb véleményként még az is, hogy a magosszal fogják gyakorlatilag a fő kérdéseket megmutatni. Történelmi alkotmányokat helyreállító szövetség éppen azért tűzte napirendre a föltörvény társadalmi vitáját, mert úgy gondoltuk, hogy ebben a kérdésben ez nem elegendő. A másik ok pedig az volt, hogy Fejér megyében akkor már nyilvánosságra kerültek azok a nemzeti földalap pályázati eredmények, maga szerint történnek, ami szerint a kormány meghirdette azt, és a kormány programjában a mai napig szerepel. Mind a mellett, harmadik pontként, a társadalmi vita már úgy lett meghirdetve, hogy még koncepciós vitaanyag sem volt a nyilvánosság elétárva, és mind a mai napig nincsen normatív törvénytervezet, tehát gyakorlatilag hogy lehet új társadalmi vitát szervezni, vagy szakértői vitát szervezni, hogy nincs leírt elképzelés, amiről vitatkozni lehetne. Ezért a múlt értekezetünknek három célja volt, ezt gyorsan elmondom, a meghívóban is szerepelt ez, és a három célkitűzés utána egy közindítványt fogalmaztunk meg, erről is szeretnénk röviden tájékoztatást adni. Tehát az első célkitűzés az volt, hogy a gazda követeléseket erősítsük meg, amelyek helyi szintről érkeztek a szervezeteinkhez. Mire az értekezet elérkezett, ez gyakorlatilag két megyét érintett, súlyosabban Borsot és Fejér megyét. A készülő föltörvény valós társadalmi, szakmai közéleti vitájának kihívása volt a második célkitűzésünk. A harmadik,
Pedig az NFA pályázatok felülvizsgálata és a kiírás sürgős megváltoztatása, és itt a kajászói és máli gazdák nyílt levelét és az Élőlánc Magyarországért legutóbbi petícióját használtuk fel. Az 5. értekezet nevében egy közindítvány született 12 pontban, amelyből 10 pontot Tanka Endre normatív törvény javaslatokig részletezett szabályozás tervében képvisel. Hozzátettünk még 2 pontot, a 11. pont gyakorlatilag a társadalmi vita szervezését tűzi ki célul, a 12. pont pedig a Élőlánc Magyarországért mozgalom petícióinak egy rövidített változata. Ezt már a bevezetőben akkor az 5. értekezlet előtt is kitűztük célul, hogy próbáljunk egy társadalmi összefogást szervezni mindazon követelések mellett, amelyek valósak, valós alapokon állnak, jogosak és érdemiek és szakmaiak is egyben. A közindítvány célba ért. Minden megszólított közméltóság átvette, visszaérkeztek a kértüdevényes igazoló szervények. Minden közméltóság és az összes párt elnöke, parlamenti párt elnöke. Egy válaszlevél érkezett. Dr. Salmon László elnök minden bizottsági tagnak továbbította a közindítványt, ez az Országgyűlési, Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság, amiről szó van. Mivel a kísérő levélben mi egy nyílt parlamenti vitanapot kezdeményeztünk a földtörvény társadalmi vitájának keretében, ahol az érdemi szakmai közéleti résztvevők is elmondhatják véleményüket, ezért végül is ez az ügyrendi bizottság egy beleillő válasz. Valóban az ő részben az ő hatáskörük ennek a nyílt napirendnek a megszervezése. Harmadik eredményként is mondhatnánk, megjelent a földtörvény koncepció vitaanyaga. De földtörvény tervezet, azaz normatív szabályozásig ható tervezet nincsen. Negyedik, a kormány összehalasztotta a földtörvény benyújtását, holott még az értekezlet utáni héten is arról tájékoztatta a nyilvánosságot a vidékfejlesztési minisztérium minisztere, hogy a tavasszal, azaz a tavaszi, a nyári napforduló előtt, tehát a tavasz csillagászati tavasz végeztéig be lesz nyújtva a normatív törvénytervezet a parlamentben. És már nem beszéltek arról, hogy állampolgári kérdőívekkel, vagy a szűkkörű magosszal folytatott tanácskozással intézik el a társadalmi vitát, hanem arról tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy egy széles körű és szakmai társadalmi szervezeteket és a gazdák képviselőit bevonva egy széles körű szakmai közéleti társadalmi vitát fognak lefolytatni a közeljövőben. Ennek rendje módja még nem ismert, legalábbis nem ismerjük, hogy a kormány hogy képzeli ezt. A 7. eredményként mondhatom, hogy egyes NFA pályázati eredményeket töröltek. Több helyen a helyiek fellépésére, több helyen még képviselők is kezdeményeztek, vagy kifogásoltak pályázati eredményeket, tehát lett ilyen értelemben is következménye talán az értekezletnek, vagy annak a nyílt levelezésnek, amit folytattunk ezügyben, hogy bátorítást adtunk helyi gazdaszervezeteknek. Amit ma célul tűzhetünk ki, közindítvány továbbra is érvényes, a 30 nap lejárt, egyetlen válasz érkezett, annak pontjaiból azt hiszem semmit nem kell elvenni, és hozzá sem tenni, hogy egy valós a nemzet és a föld kérdésében valóban védelmi törvény születhessék a közeljövőben, a parlamentben. Tehát a 12 pont továbbra is érvényes, ma ezt megerősíteni tudjuk, további adatokkal hitelességét megteremteni, és ezért
egy felhívást, egy vélemény nyilvánítást is javaslok a mai értekezletnek, hogy a megjelent koncepcióval, föltörvény koncepciójaként közzétett vitaanyaggal kapcsolatos véleményeinket is összegezhetjük, és egy rövid szerkesztő munka után a 6. értekezlet erősítse meg a 12 pontos közindítványt. Harmadik pontként egy sokkal súlyosabb és sokkal nehezebb feladat van ránk. Ha valóban társadalmi vitát akarunk kiharcolni, kivívni a föld kérdésében, akkor az helyi szinten nekünk kell társadalmi szervezeteknek levinni az elkövetkezendő nyári időszak végére. Szeptember és október közepére várható, hogy a parlament napirendre tűzi a föltörvény vitája tervezetet, már a normatív tervezetet. Társadalmi vita kormányzati vezényléssel félszerzett, összfér, aminek a gyermeke se nem ló, se nem szar. Semmi sem. Mi pedig mindig azt várjuk, én ezt tapasztaltam az elmúlt időben, hogy a kormány vezényelje a társadalmi vitát. Törvényekért kiállni képes együttes áll fel, akár több helyi szinten egyszerre, majd a vita napra esetleg egy helyen Budapesten, a parlamentben, a parlamenti napra. Nekünk ehhez ragaszkodni kell. A társadalommal folytatott levelezési bohóckodást föltörvényügyében végképp nem szenvedheti el ez a nemzet, mert akkor kiszenved. A föld az utolsó kapaszkodási pont. Tehát ez a három célkitűzése gyakorlatilag ennek az értekezletnek. Kérdezhetné valaki, hogy miért pont a történelmi alkotmányokat helyreállító szövetség vállalkozott el? Nagyon egyszerű a válaszom. Nem volt más, aki vállalkozott volna arra, hogy összefogást teremtsen. Voltak helyi szervezetek, nem is kevesen, akik küzdöttek ezért. De akit el tudtam képzelni, hogy egy összefogást tud a föld törvény kérdésében, társadalmi összefogást létrehozni, nagyon eltérő alapokon szervezett szervezetekkel, nagyon eltérő, sok esetben nagyon eltérő általános megoldási kísérletekkel, véleményekkel, az csak a történelmi alkotmányokat helyreállító szövetség lehetett, hiszen ennek egyetlen egy alap gondolata van, ami nem is olyan idegen Európában, ami védi a nemzet vagyonát, a nemzet legnagyobb értékét, a Földet, ez pedig az, hogy a Föld nem másé, mint a koronáé. Nekünk a korona nagyon sokat jelent. Ha valaki egy kicsit jártasabb a latin nyelven, az tudja, hogy ez nem tárgy. Nem is egyszerűen egy személy, és nem is egyszerűen egy fogalom. Egy értékrend, egy eszmény, tárgy. És a korona jelentése határ, a korona jelentése kör, a korona a szakrális egyben, és a korona egy olyan alkotmányos keret, amelyikben mi el tudjuk képzelni a jövőt a nemzetvédelmében. Tehát a mai értekezleten négy véleményt hallgatnánk meg, amit beterveztünk. Ezért szeretettel köszöntöm Ángyál Józsefet, a Vidit Vidékfejlesztési Minisztérium és a kormányprogram hitelességét megteremtő személyt. Tehát még egyszer mondom, mai napig a Vidékfejlesztési Minisztérium hitelességét talán csak ő fémjelzi a véleményével, és kitartva a kormányprogramban meghirdetett birtokrendezési elvek mellett. És szeretettel köszöntöm Ácsné Évát, az Élőlánc Magyarországból közvetlenül. Sorrendben úgy haladtam, ahogy majd a beszédek is, vagy a
az ismertetők is elhangoznak, akinek azért sokat köszönhetünk, hiszen Fejér megyei tényadatok feltárásában hát igen, jelentős szerepe volt az Élőlánc Magyarországért mozgalomnak, és abban is, hogy országosan megpróbálta már itt Budapesten is egy tüntetéssel, amit mi is föltetünk a honlapunkra, ott Fejér megyében, tehát megpróbálta gerjeszteni az összefogást a föld érdekében, a földügyek érdekében. Én szeretettel köszöntöm Varga Istvánt. Aki már nem egy országos értekezletünkön szerepelt, és segített minket, és továbbra is tanácsadóként segíti a történelmi alkotmányunkat, helyreállító szövetség munkáját. És szeretve köszöntöm, bár nincs itt, kimentését kérte, de én leszek a szája, én fogom felolvasni az ő véleményét, Tanka Endrét is, akinek köszönhetjük, hogy valójában egy olyan alappal indíthattuk a föltörvény társadalmi vitáját, ami megalapozott, sőt azt kell mondjam, ha egy kicsit felkészültebb lesz az a kör, akit megbíztunk ebben, hogy a törvénytervezetet készítse elő, a nevünkben általunk választott ként és jogosítványokkal rendelkezve, tehát számukra gyakorlatilag olyan paragrafus csomagot fogalmazott meg, ami nagyon enyhe harcos kiállással, de mégis harcos kiállással végre az európai jogszabályok nyújtotta keretek között is megvívható lenne, és számos más paragrafussal és törvényen kiegészítve természetesen ugyanabban az elszerű működésben, gondolkodásban végül elvezetett oda, hogy valóban meg tudjuk védeni a földünket. Hangsúlyozni szeretném, hogy többen vagyunk, de ez most nem témája az értekezletnek, akik úgy gondoljuk, hogy nyugodtan föl lehet vetni ebben az országban, hogy addig maradunk Európában, amíg a földünket képes a kormányunk megvédeni a nemzet számára. Onnantól kezdve az Európai Unió a számunkra nem a szövetséget jelenti, hanem hát én nem akarok ellenségekről beszélni, de az érdekellentétet nyugodtan fogalmazzuk. Mielőtt ismertetném Tanka Endre összefoglalóját, amire megkért, hogy olvassam föl, és a tegnapi napon, igen, mondja, tessék? Ja, megkért mindenkit, hogy halkítsa le a telefonkészülékeit. Igen. Mielőtt Tanka Endrének véleményét elmondanám, azelőtt néhány idézetet felolvasnék olyan hírességektől, akiket sajnos még vannak olyanok ebben az országban, akik megkérdőjelezik. Ezt kell mondjam, hogy sajnos, elképesztő. Elképesztő, hogy van pofájuk, ilyen egyszerűen fogalmazok, megkérdőjelezni egy vasalvert. Elképesztő. Sokan van. Tehát először is vasalvert, kard és kasza. Szenttanúság második kötet. Erdői első kiadás. Aki éj a föld, az éj a jövendő, de csak az élet a föld, aki együtt él vele. Közel hozzá, aki megérti a föld szavát. Valójában alkalmatlan szakmai megvitatása. Mögötte három törvény búvik meg. A földtörvény és a mezőgazdasági üzemszabályozási törvény. Ezek szorosan egymásra épülnek, a vitaanyagban viszont nem csak ezek tartalmáról nem lehet tudni, hanem még az elkerülhetetlen egyes utalások is homályban hagyják az intézményi lényeget. Egy példa erre. Az anyag üzemszabályozásról ír, ténylegesen azonban a jogalkotó teljesen kizárja ennek az intézménynek az alapfunkcióját. Az észak- és nyugat-európai agrárjogban, 9 állam gyakorlatában ez a nagy birtokrendszer és a külföldi spekulatív tőke kizárására szolgál. Amit azzal valósít meg, hogy az üzemtörvény kötelező érvényű a teljes földalapra,
minden árutermelő gazdaságra kiterjed, az egyetlen és korlátozott mértékű üzemelvet végrehajtja, továbbá az uniós és nemzeti kiegészítő támogatás feltételévé teszi az üzemi hatósági nyilvántartást. Nálunk az üzemtörvény alá tartozás nem lesz kötelező, a koncepció szerint a nagyüzemi cégtulajdonos önként döntheti el, hogy kívánja-e annak alkalmazását, vagy sem. A rendezés csak jövőbeli hatályú lesz, a státus volt a mai nagybirtokrendszer nyomasztó túlsúlyát ezzel garantálja, miközben a földtörvény szerint földtulajdoni monopóliumot teremt számára. Elveti az üzemszám korlátozását, bármely számú üzemet lehet működtetni. És persze az üzemi minőség nincs összekötve a támogatási joggal, amelynek az elvesztése arra sarkalná az üzemtulajdonost, hogy elfogadja a méretkorlátozást. Más intézmény, a vállalkozói földhaszonbérlet bevezetése azt biztosítja, hogy a legnagyobb külföldi tőkerejű üzemek mind az állami, mind a részarány tulajdoni magántulajdon terhére korlátlan üzemméretben egyoldalú vételi jognyilatkozattal földtulajdoni monopóliumhoz jusson. Ez a koncepciós anyagban van. Itt nincs hely és idő a szakmai elemzésre. Csak a vita anyagban 52 olyan pontot jegyeztem fel, amelyek részletes intézményi megvilágítást igényelnek. A valós összefüggések tisztázása érdekében. Azt viszont a részletek ismertetése nélküli szakmai felelősségem tudatában megállapíthatom. A vitaanyag elismerése méltó szakmai, intézményi bravúr, mert a családi gazdálkodás a kis és középüzemek támogatásának a politikai jelszavával leplezi a jogi rendezés valóságát. Azt, hogy a törvény nem kívánja megváltoztatni a mai nagybirtokrendszert, ezt hamis közgazdasági ideológiával legfeljebb közvetett pénzügyi szabályozókkal hosszú távon ígéri, ellenkezőleg a földmoratórium lejártával a mai gazdálkodási egyeduralmát a földtulajdoni monopólium megszervezésével biztosítja. Nyilvánvaló, a tervezett jogalkotás merőben ellentétes a kormány programjával. Megjegyzem, ez az értékítélet önmagában demagógia és súlytalan, ha azt nem támasztja alá részletes intézményi jellemzés. Másfelől itt nem jelezhetem a rendezés pozitívumait, ezeket 10 pontban rögzítettem, amelyek hatásmechanizmusát azonban lerontják az őket kioltó és a tőketulajdon szolgáló jogintézménynek. Nagyon szakmainak tűnik ez a vélemény, de a lényege az, a nem egységes birtokrendszer egyszerű megoldásában születik legalább 3 törvény, a földtörvény keretében, akkor gyakorlatilag a kiskapuk megmaradnak az Európai Unión belül, hogy zsebszerződésekkel vagy zsebszerződések nélkül, de 2014-től kezdve aztán végképp külföldi tulajdonba kerülhessen a magyar föld. Magyar föld nélkül magyar haza sincsen, csak nevek, elnevezések, amíg az jó esik a tulajdonos körnek. A nemzetek biztonsága, és a miniszterelnök úr el is mondta nyilvános beszédében, a nemzetek biztonsága ma egyre inkább, mint ahogy a múltban is, de ma egyre inkább, attól függ, hogy az erőforrások, amelyekkel az élelmezés és élelmiszerbiztonságot, a környezetbiztonságot, az ivóvízellátás biztonságát, tehát az alapellátás biztonságát és az élet föltételeinek a biztonságát biztosítani tudjuk. Nos, hogy ezek az erőforrások, ezek kinek a kezében vannak? Éppen ezért ezek között kitüntetett helyen van a Földnek. Vagyis az, hogy egy ország milyen föld- és birtokpolitikát követ, az eldönti a jövőjét, eldönti a következő generációk sorsát is. Éppen ezért ez egyik kulcseleme, hanem a legfontosabb eleme és összetevője fejezete a kormányprogramnak és a Nemzeti Vidék Stratégiának, a föld- és birtokpolitika.
Itt azt hiszem, hogy ebben a kérdésben tehát engedni nem lehet. Itt nincsenek olyan kompromisszumok, amelyek mentén jó megoldásokat lehetne találni. Nagyon világosan és egyértelműen fogalmaz ugyanis, és éppen ezért a kormányprogram és a nemzeti vidékstratégia, amikor azt mondja, hogy kis és közepes családi gazdasági modellt fogunk megvalósítani, mondom, fogunk megvalósítani, nem akarunk, nyilván így, hogy ezt fogjuk tenni, a helyben lakó gazdálkodó családokat fogjuk helyzetbe hozni. Nem elég azt mondani, hogy magyar kézben marad a magyar föld, mert ha most egy kis zárójeles megjegyzést tehetek, magyar kézben van ma is a magyar föld, nagy része, még a zsebszerződéses földterületek is tulajdonképpen ma még magyar kézben vannak, hiszen jogellenesek a zsebszerződések. Tehát adott esetben az állam elővásárlási jogával élve be kell, hogy jelentse, aki eladta zsebszerződéssel a földjét, amikor ténylegesen legalizálni akarja ezt az adásvételt, és ebben az esetben az állam belépve elvásárolja az illető külföldi elől, de azt mondom, hogy ma még magyar kézben van a föld nagy része. De hát ha végignézzük, hogy milyen érdekkörök kezében, akkor döbbenten állunk. Részben azok a nagy érdekcsoportok, amelyek aztán nem csak a földet, mint erőforrást, hanem a közpénzeket, a közös kasszákat is nagy részt magukénak tudják. Talán a napokban megjelent, nem olyan régen, talán egy-két héttel ezelőtt jelent meg az az elemzés, ami a céghálókat összerakta az agráriumban. És a hat legnagyobb érdekeltség cég birodalmát, agrárcég birodalmát bemutatja. De csak vegyük a három legnagyobbat, a három első ilyen érdekeltséget. Több mint 10 milliárd forintot visz el a közös kasszából, három érdekeltség az agrárkasszából. És ha utána számolunk a terület alapú támogatásaik alapján mennyi földjük lehet, ami után támogatást is fölvesznek, csak ez a három 50 ezer hektárnyi területet birtokol, bérel, ezt most nem tudom megmondani. Mindenesetre ennyi föld után veszi föl a terület alapú támogatásokat. A másik oldalról, ha most az állami földeket megnézzük, és nyilván ebben a körben is jócskán van állami föld, csak a Dél-Balaton Agro Kft., ha mondom, az egyik érdekeltség ebből a háromból éppen bérli az állami földeket az enyhényi, vagy a lepsényi gazdák elől. Tehát, hogyha az állam kezében lévő földeket nézzük, hogy hol is használja fel az állam ma ezeket a földterületeit, vajon a közjót mennyiben szolgálja, hiszen a nemzeti vagyon, a nemzet vagyona, az állam tulajdona, hogy ezt annak idején a háború nemzet ellen című földbe azt hiszem, hogy talán sikerült Pistával együtt és másokkal együtt megvilágítani, ennek a közjót kell szolgálnia. Azért van az állam kezében. Közpénzek és nemzet vagyona az arra való, hogy a nemzetér közös érdekeit szolgálja. Most ha megnézzük, hogy például az a 400-450 ezer hektár, amit bérbe ad az állam még ma is, kiknek a kezében van, hát akkor döbbenten állunk. 450 ezer hektárnak a 80%-a valóban 180 nagy tőke érdekeltség kezében van. És a resztlink osztozhatnak, ha egyáltalán hozzájutnak a többiek. Néhány száz érdekeltség tartja kezében az egész országot ilyen értelemben. Támogatásokat, piacokat. A piacon monopol helyzetre törnek, tudom én, összecsapnak időnként ezek az érdekkörök egymással is, és próbálják egymást is kiszorítani, de alapvetően azért egy egyetértés van közöttük, és egy háttérhálózat alapú tulajdonképp, ami nem a politika felszínén jelenik meg, hanem a háttérből irányítja a politikát. Hogy mondjak egyet, a Gyulai húskombinát útban volt egy másik húsos érdekeltségnek. Itten némi csata is keletkezett, végül megmaradt talán. Nem a gazdaságosági vagy egyéb problémák okozták volna a Gyulai húskombinátnak a megszűnését, hogy egy példát mondjak erre is, hanem a másik érdekcsoport erősebbnek érezte magát, és a monopol helyzetét akarta tovább növelni, azt a monopol helyzetet, ami egyébként is elképesztő már Magyarországon, például a húsiparon. Tehát, ha megnézzük, hogy magyar kézben vannak-e az erőforrások, azt mondjuk, hogy magyar kézben vannak, de hát azt hiszem, hogy senkinek
nincs kételje aztán, milyen sors vár ránk, hogyha ezek a magyar kezek tartják továbbra is a kezükben ezeket az erőforrásokat. Szóval nem véletlen az, és tulajdonképpen miniszterelnök úrral ebben állapodtunk meg egy, hogy mondjam, egy ilyen kis vázlatfélét én annak idején miniszterelnök úrnak átadtam. Több volt az azért, mint vázlat, mert éveken keresztül együtt a gazdatársadalommal és a vidékkel, a közösségekkel együtt dolgoztuk ki és gondoltuk végig egyfajta programot, egy helyzetelemzést és programot. Ennek leírását adtam át annak idején miniszterelnök úrnak, amikor számomra is meglepő módon kért, hogy vegyek részt ebben az átalapításban. És ő teljes egyetértéséről biztosított. Mondtam annak idején, és neki is mondtam, és ezt hirdettem, én egy ilyen együgyű ember vagyok. Egy kottát ismerek, ez, amiről az emberekkel közösen megállt. Ami meggyőződésem szerint a magyarság megmaradásának a kulcs elemét, a földet megfelelő módon és hosszú távra biztonságosan a jövő generációk érdekében is megkezni tudja. Azt is jeleztem, hogy amennyiben persze más a elképzelés, hogy tudomásul veszem, már egyet nem fogok érteni soha vele, de nyilván ahhoz más habitusú vagy más világlátású karmesterre van szükség, ha más a muzsika. Ebben maradtunk, és én ezért valóban örömmel vágtam neki ennek a munkának, kormányprogram kidolgozásában is részt vévén, és aztán a Nemzeti Vidék Stratégiát végigjárva az országot, fórumokon végigtárgyalva rögzítettük is, és a társadalommal valóban megbeszéltük, nem levelezési formában, hanem fórumokon és közvetlen kapcsolatokban, hogy ez legyen a program. Kis, közepes családi gazdaság, ami egyéb iránt nem hangzik furcsán Európában sem. Az európai agrármodell erről szól. Ha vennék a fáradtságot és kiballadnának, és ténylegesen megnéznék, hogy hogy is néz ki az európai agrármodell, nem találunk nagy tőkés társaságokat a boldogok felén Európának, hogy így mondjam. Aki nem érte meg azt, amit itt nekünk a keleti végeken meg kellett élni az elmúlt időszakokban. Nem találunk tőkés társadalmat, ez nem véletlen. Mert egy családnak a viszonya a földhöz, meg a birtokhoz, az összehasonlíthatatlanul más, mint egy tőkebefektető társaságnak a viszonya ugyanehhez. A spekuláns tőkét nem érdekli, hogy mi történik helyre. A spekuláns tőkét egy dolog érdekli, és ebben a szempontból teljesen, vagy majdnem teljesen mindegy, hogy a nemzeti tőke, vagy nem nemzeti tőke. Ráadásul a két szint, ha lehet egyáltalán szétválasztani, össze is kapcsolódik egymással. Tehát nem függetlenül működik egyik a másiktól, sőt, hát egy nagyon szoros együttműködés van. Adott esetben oda-vissza kapcsolat van a két szintje között a spekuláns tőkének, ahol évvégi osztalékról van szó. Meg a lehetséges, realizálható haszonról van szó, ha most általánosabban akarom mondani. És elég, mert eléri az inger küszöbét ennek a spekuláns nagytőkének például a földárbeli különbség, ami ma a mi térségünkben és a nyugat-európai térségben kialakult. Ráadásul azért ilyen nagy, és ez magyarázat is egyben arra, hogy miért családi gazdaságokról szól a történet Nyugat-Európában, azért ilyen magas a földár, mert nincs is földpiac. Hát nincs kínálat. Hát ki az a bolond család, aki a saját lét alapját árba bocsátja és elad. A tőkés társaságnak más a spekuláció. A kérdés az, hogy mekkora profitot tudok realizálni. Mekkora haszonnal tudok megforgatni a tőkét. És a 200 000–2 000 000 forint közti mai magyarországi föld ár egy ilyen nyugat-keleti gradiens mentén véve ezt a 2 200 000-es árat, valamint a túloldali, mondjuk burgenlandi 10 millió forintos, ha egyáltalán van föld, 10 millió forintos átlagos hektáronkénti földár, hát ez mondjuk finoman fogalmazva eléri az inger küszöböket ebben a spekuláns körben. Természetesen. Ez a tőke természete. Ha arra betemedik egy nép, hogy ezt a logikát követve odaadja ezt az erőforrást, ennek a spekuláns tőkének, akkor vége van annak a népnek. Nem lesz gátlása. Adott esetben, ha most esetleg vérbe veszi, de már a földtörvény tervezető, hogy egy kis elemet azért, vagy a koncepció tartalmazza ezt is, hogy a nemzeti föld alatt majd
tulajdonba adja ezeket a földeket, amiről szó sem volt, amiről szó nem volt. Kormányprogramban ilyenről szó nincs, sőt, nagyon határozottan szeretném mondani, miniszterelnök úrral abban állapodtunk meg, hogy az állam nem elad, hanem vásárol. Ez egy kicsit közelít a Szent Korona koncepcióhoz, hogy az állam, aki a nemzet vagyonát kezeli, az inkább gyarapítja ezt a vagyont, és hosszú távú bérletre odaadja azoknak a társadalmi csoportoknak, akiket erősíteni akar. És ezek a helyben lakó, gazdálkodó családok és a helyi közösségek lettek volna, vagy lennének, szeretném így mondani, még mindig azt akarom hinni, és azt szeretném, hogyha változatlanul, ahogy a kormányprogramban szerepel, ezek a helyi közösségek és a gazdálkodó családok, ezek legyenek a központjában ennek a föld és bizottságnak. Nos, ennek tükrében, amikor először elindult a földbérleti pályáztatás, és most már kezdek közelíteni, elnézést, egy picit egy szélesebb körbe próbáltam ezt a földbérleti ügyet elhelyezni, de értelmi, nem értjük különben meg, miről is szól ez a történet, ha csak az eredményeket nézzük, bár nagyon fontosak a tények. Az is ugyanis a tapasztalatunk, hogy hihetetlen vitákat lehet itt Magyarországon folytatni a tények teljes ismerete nélkül. Mert a tények nem zavarnak a szabad véleménynyilvánításban ebben az esetben. Vagy zavarók a tények, igen. Tehát a legjobb, hogyha a tényekkel nem foglalkozunk. Úgyhogy amikor a folyamatról néhány mondatot, ha mondhatok, amikor tavaly nyáron elindult ez a földbérleti pályázati rendszernek kidolgozása, én először döbbenten az első változatát, amikor megkaptam, nem akartam elvinni, azt hittem, hogy ezt az előző kormány írta. Ugyanis, ha az a rendszer valósult volna, amit első körben oda beterjesztettek, akkor egészen biztosan a szakosított nagy telepeket privatizált, zömében ma már külföldi kézben lévő telepek köré csoportosult volna az összes föld, és ők vitték volna el, akik egyébként korábban a nagyüzemeket elvitték, az állami gazdaságokat, piszkos 113-at, így mondom inkább, mert nem 12-ről van itt szó, hanem 111 néhány állami gazdaságot, vagy a TSZ-eket széthordták, a többiek elől elprivatizálták. Nagy részt az ő kezünkbe került volna az összes állami föld. Én egy 7 oldalas elemzést írtam akkor a saját tárcavezetésemnek. Aztán miután belül nem sikerült ezzel zöldágra vergődnöm, ittem tovább a frakcióba, a frakció vezetésnek, a pártvezetésnek, kormányfőnek. Még annyit el sikerült érnem, hosszas csatározás után, és ezért később került kiírásra a közbélet. Emlékeznek rá, tehát volt egy kis húzavona a körül, hogy mikor is írja már ki a pályázatokat a VM. Hát azért nem írta ki, mert két körben sikerült visszaverni azt, ami akkor készült. Sokan szemrehányást tesznek nekem, után túlkorán eljöttem, azért is mondom el, hogy azért, mert nem beszéltem én ezekről, egy hihetetlen belső iszabírkózás zajlott a körül, hogy milyen feltételekkel írják ki majd ezeket az állami földeket. És itt mindjárt szeretném jelezni, hihetetlenül, hogy mondjam, demagóg, nem is tudom, hogy minősítsem, az a kijelentés, amikor azt mondják, hogy hát mit vagyunk oda, hát hiszen a föld, ez csak 65 ezer hektár. Kérem szépen, a hitelünk, a szavaink hitelessége, a böcsületünk múlik azon, hogy azt csináljuk-e ezen az 65 ezer hektáron, mint mintán, példán, első példán, amiről beszéltünk. Ez nem 65 ezer hektárról szól ez a történet ugyanis, hanem arról, hogy milyen irányba engedjük el a folyamatokat. Ez tulajdonképpen teszteli a társadalmat, talán így mondhatom. Mit szóltok hozzá, ha ezt csinál? Éreztük ezt a jelenlőben. Nos, ezért azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a tétsem, mint 65 ezer hektár. Itt valóban a szava hitetőségünkről, a becsületünkről, a tisztességünkről van szó. Én hiszek a tisztességes politizálat. Én hiszek az egyenes beszéd. És azt szeretném, hogyha a politikát általánosan ez határozná meg, hogy az erkölcsi és a törvény az ne váljon le egymástól. Hogy ne lehessen úgy, mint Zuckmann annak idején mondta, hogy kérem szépen valami biztonsággal kapcsolatban, kérem szépen, oda nyomták a mikrofont neki, hogy akkor mit szól hozzá a miniszter úr, ugye a privatizációt fölügyelő miniszter volt, és akkor azt mondta, kérem szépen, lehet, hogy ez nem szokványos, de törvényes. Vagyis az értékrendünkkel ellentétes, mindenünk tiltakozik belül. De ha törvénybe tudom iktatni, akkor rendben van a dolog.
Ez nem lehet a jövőnek az útja. A polisz ügyeivel való foglalkozás, nem a saját ügyeimmel, a közösség ügyeivel való foglalkozás, az csak egy tisztesség és egyenes beszéd alapján születhet meg. Tehát azért nem 65 ezer hektárról van szó, mint aminek most itt egy ilyen látleletét szeretném az adatok tükrében röviden bemutatni. Mert ez a tét. Merre indul a Magyarország? Bokár Laci mondta nagyon jól ebben a háború nemzet ellenben, nekem nagyon tetszik ez a mondat, hogy eldől, hogy a következő kormány, ugye ez 2009-ben készült ez a film, nem tudom, aki nem látott, elnézést kérek. Eldől, 2-3 éven belül eldől, ahogy Laci ott mondja, hogy a következő kormány az az előző korszak utolsó kormánya lesz, vagy a következő új világ. Mert hogy el kell jönni egy új korszak. Ennek az új világnak az első kormánya lesz. Én az új világ első kormányába szerződtem, és az a program, amiről mi beszéltünk és amit mi dolgoztunk, ez ezt alapozta meg. Ezért nem törődöm bele abba, hogy más irányba menjen a történet. Itt nem egy adott politikai családnak a sorsáról van csak szó, arról is szó van persze, hanem nemzeti alapkérdéseinkről van szó. Merre megyünk tovább? Ezért az utolsó leheletem, mint próbálom ezt a hajót abba az irányba tartani, amire fölhatalmazást kapott ez a társaság, amit örömmel nekiálltunk és elkezdtünk megvalósítani, és ami sanda szándékok mentén háttérerők ilyen elképesztő állapotba sodortak, amit mutat ez a földbérleti pályázat. Nos, amikor láttam, hogy ez a borsodi mezőség pályázat visszavonásakor derült nekem teljesen világosan ki, amikor láttam, hogy a pályázati feltételrendszert nem tudom kézbe tartani. Tehát ezek a bizonyos háttérerők elviszik más irányba a pályázati rendszert. Esély annyi volt, hogy néhány dolgot sikerült miniszterelnök úrral megbeszélve beemelni ebbe a pályázati rendszerbe. Tehát ekkor került be a 20 kilométeres körzet, hogy tudnék 20 kilométeres körzeten belülről lehet pályázni, addig például úgy volt, hogy akár a Rózsazombról lehet nyírségbe földeket szerezni. Tehát még ilyen korlát sem volt például az első verzióban. Vagy akkor került be az összeszámított 1200 hektár, ami hát egy elképesztően nagy terület, tehát én nem is tudom, 10-15 családnak a megélhetését önmagában egy ekkora terület biztosítaná, de hát valamifajta kompromisszum mégis, hogy a 10.000 hektáros az nem pályázhat, hanem összeszámítva a család kezelésében lévő földet, tulajdont és bérletet együtt véve 1200 hektár, ez a főső határ, mivel mondom, hogy magam személy szerint nem értek egyet, de legalább valami.